Szinte minden városlakó hallotta már Vőns László nevét. Az immáron 90 éves nívódíjas koreográfus november 19-én ünnepelte születésnapját. Ennek apropóján köszöntötte fel a városvezetés. A szépkorú táncpedagógus, számos díj és kitüntetés tulajdonosa, emellett pedig rendkívül sok városlakó és környékbeli számára jelentette kiváló emlékeket és élményeket foglalkozásai. Stábunk a CVS pohárköszöntő után beszélgetett a szépkorúval, aki elmondta, már a koreográfus képző diploma megszerzése előtt Sztálinvárosban végezte a szakmai gyakorlatát. Már nyári gyakorlatomat itt végeztem 51-be. És 52-ben is itt voltam nyári gyakorlatom, a Vasas Tánc Együttesnél, azt 11 évig vezettem, és utána alakítottam meg a Város Modern Tánc Együttest, a Fekete-Fehér Tánc Együttest, azt 10 évig csináltam. Az azért érdekes, és megemlíteni nagyon sok táncos, aki ott megfordult nálam, akkor az emlékszik rá nagyon, mert táncdrámákat, kantátákat, zenei feldolgozásokat, mint úgy készítettem el, az a Fekete-Fehér Táncegyüttes eléggé híres volt itt a városban is. Vőns László hozzátette, a mai napig figyelemmel követi a dunaújvárosi táncélet mindennapjait. Minden vizsgára azért el szoktak hívni, a Viamlinnak vagyok az igazgató helyettese, és hát el szoktak, mi is elmegyünk azért, hát akár tornateremben van az a bemutató, most legutóbb volt a Dózsa Múzeumban volt a Gárdonynak a 40 éves évfordulója, azt hiszem, az iskolának, és hát ott volt bemutató, hát ott is ott ültünk a másik sorba. A pedagógus kiemelte, ha valaki táncosként képzeli el a jövőjét, vagy adott esetben a szülők szeretnék gyermekeiket bevezetni a mozgásforma világába, akkor az alapképzésre rendkívül nagy hangsúlyt kell fektetni. Érdemes minél hamarabb elkezdeni az oktatást. Az alapképzés nagyon lényeges. Sokszor most az van, hogy nem számít az alap, mindjárt gyerünk hajrá, a reklám, meg a külsőség, a forma, és hát annak látni, és mondjuk szakemberek főleg meg észreveszik, hogy hát hiányzik innen az alapképzés és az alaptudás, és azért az nagyon fontos az alaptudás, és azt el kell kezdeni, amikor csak lehet, és mindegy, az a 18 vagy 20 éves az ember, vagy 8 éves, de el kell kezdeni, az a legjobb, mert a mozgás az egy óriási nagy érték az embereknek. Vőns László számos díj büszke tulajdonosa, egyebek mellett például Dunaújvárosért díjas, kiváló pedagógus díjas, mindemellett városunk díszpolgára is.